Sziasztok! Na, még egy pici kiegészítés, csak hogy lássátok a gyakorlatban, hogy milyen, amikor nem szabad neki valamit csinálni. Gyere, Dulcika, mutasd meg, mit csináltál, mutassad? Ugye, ott van most vágva, és repülnek ide-oda ezek a darabok, és amikor nem szabad, Dulcika, az, de ügyes, igen, elmegy onnan, nagyon jó kutya vagyok. Tehát 10% negatív, 90% pozitív, igen, egyre messzebb onnan. Nem nézünk, oda se nézünk, ugye, gyönyörűm? Hát neked azt nem szabad. Ott repülnek az ágak, te csak a mellékágakat szedted le, jó? Abba tudtál segíteni, jó, széthortad a kertbe. Igaz? 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 Na, mit csinál? Pótapukád, mi? Mit csinál? Csivicsovi. Ugye egyrészt rászólunk, hogy valami... Ugye, jaj, iszol? Jaj, hát az szabad. Bocsánat, benéztem. Jól van, ügyes vagy. Szóval, amíg ugye egy olyan tevékenység zajlik, amit ő nem csinálhat. Gyere, kapsz olyat, amit csinálhatsz. Te gyere gyorsan. Úgy, nagyon ügyes. Ugye a kutya honnan fogja tudni, hogy valamit szabad és nem? Hogy a hangom el fog árulni. Igaz, durcogó? Na gyere. Azaz, igen, itt, azt lehet, azaz. És vagy én ajánlom föl, és én mutatom meg, mit szabad, vagy amit ő önállóan megpróbál. Azaz, igen. Arra dicsérek. Ez is nagyon fontos, hogy, hogy ugye, amit ő önállóan felajánl, azt reagáljam le, mert ugye az lesz úgymond az a tudás, amit magától csinál, amit megjegyez, vagy hogy is mondjam, tehát az emberi világban is az van, hogy más az a tudás, amit átadnak, meg más, amit megszerzel önállóan. Na, hol van ez? Ha, Dulcika? Na? Már nincsen mellékág, azt mondja. Na, figyelj, itt van. Gyere, itt, ugye. Azaz. Azaz. Tehát rá lehet őt pörgetni. Azt is lehet. Igen, azaz. 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 Nagyon ügyes a Dulcika. Azaz, adná neki. Juhú, szuper. Azaz. Azaz. Jó, de ügyes ez a kis kutya. Oj, de ügyes voltál. Ezt is. Azaz. Gyerünk, adj neki. Azaz, le kell törni. Azaz, gyerünk! Én dobáld a füleidet. Ügyes voltál. Na, tehát akkor ugye az, amit önállóan felajánl jó esetben, az, amikor magától fog meg ilyen dolgokat, magától kezd elásni, magától kezd valamit csinálni, és arra kell reagálnom. Tehát előre is elmondhatom, de akkor még nem biztos, hogy ugye érti, hogy mit akarok, vagy mit nem akarok tőle. Itt is leginkább akkor indult be, amikor áthúzigáltuk ezeket a nagyon hosszú szederágakat. Nagyon bőtermésünk volt, és hát így is elég nagy, látjátok, hosszú nagy ágak vannak, és akkor ezeket a kis mellékágakat, hogy itt húzigáltuk a földön, és úgy mozgott, az nagyon tetszett neki. Úgyhogy azért állt neki ő is egy kicsit itt a darálásnak, a gyújtós készítésnek. Most például ugye arra várok, hogy ő esetleg magától még azokat a töveket, amik ugye ott maradtak, azoknak esetleg nekiálljon magától rágcsálni, és akkor ugye arra rá fogok szólni ugyanúgy, mint ahogy a videó elején láthattátok. Ügyes vagy, Dulcika! Elmegy onnan, nagyon okos kis kutya! Igen, olyat keres, amit szabad! Ez az! Hú-hú-hú. Nagyon ügyes ez a kis kutya! Így-így! Tehát ugye azokra, mit is akartam, hogy volt a mondat vége? De igen, tehát megvárni azt, hogy ő most nekiáll-e azoknak az ágaknak, amit nem lenne szabad, vagy ugye azoknak, amit viszont szabad. Ja, az, hogy húzigáltuk a földön. Na mindegy, nem tudom, lehet, hogy nem fejeztem be ezt a mondatot, előferdül. Na minden esetre ezt még meg akartam nektek mutatni. Úgyhogy majd jövünk még, sziasztok!